Mint ahogyan az elhangzott, ez a szlogene és ez a hívó üzenete annak a rendezvénynek, amelyet a 4. Magyar Világtalálkozó keretén belül az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szervezünk meg. Európai Ifjúsági Találkozó ez a rendezvény neve, és talán nyugodtan mondhatom, hogy nem csak az ifjaknak szóló rendezvénnyel várunk minden érdeklődőt. Mindig azt szoktam mondani, az ember annyi éves, amennyinek érzi magát. Én úgy gondolom, hogy önök mind ifjak legbelül a szívükben, ezért is fontos, hogy elzarándokoljanak a Nemzet Bölcsőjébe, ez az első országgyűlésünk helyszínére, az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A rendezvény egy konferenciával kezdődik, a Magyarság Híton konferencia célja, hogy egyfajta szellemi hidat építsen a határainkon túl és azok belül magyarok között. Honfitársaink beszélnek arról, hogy határainkon túl hogyan tudják ápolni és közvetíteni nemzeti értékeinket. A nemzeti összetartozás megerősítéséhez pedig egy szép ünnepséget is szervezünk méghozzá a Nemzeti Összetartozás Emlékművénél, amelyet 2012-ben Orbán Viktor miniszterelnökünk avatott fel. Ezen a megható és szép ünnepségen egyébként többek között fellép Varga Miklós művész úr is, hallhatjuk majd tőle a Vén Európát. A rendezvény gálaműsorral folytatódik, illetve az 55 hektáros területű emlékpark különféle pontjain várjuk az érdeklődőket, úgy mint például a Skanzenben a 19. század elejét elevenítjük meg, a Nomád parkban a 10. századot idézzük meg, és természetesen a Feszti körkép is várja majd a látogatókat. Fellép többek között a Magyar Vista Social Club is, ez lesz talán a rendezvény zárópontja. Ezen a napon az emlékparkban 50%-os jegyárkedvezményt biztosítunk minden látogatónak. Kárpátaljai vendégeink szintén be fognak nálunk mutatkozni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek el, zarándokoljanak el Augusta-szerre, és érezzék ott otthon magunkat, mert az emlékpark egyik fő célkitűzése, hogy valóban a magyarok találkozó helyévé váljon. Találkozunk május 20-án, kedden, egy reméljük, hogy nagyon szép napsütéses keddi napon az Augusta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.